gyakorlatilag a települést elég rendesen felbolygatták a vezeték építése. Ugye tegnap is azt mondtuk, mert tegnap Kövesden volt egy hasonló találkozó, hogy hát ez a beruházás, amit nem lehet az életlő alatt megcsinálni, és nem lehet azt mondani, hogy ma elkezdtük, holnapra készen van minden. De várhatóan augusztusban már ráköthetik a házakat Lajvédon és Kövesden, megoldva ezzel a két városrész évtizedek óta húzódó gondját. A helyiek azt mondják, gond nélkül élik meg ezeket a napokat, mert látják a munkálatok előre haladtát. Mint minden építkezés, ezt az éjleple alatt nem lehet megcsinálni. Ez problémákkal, gondokkal jár. Ezeket próbáljuk most átbeszélni, hogy mit tapasztalnak a lakók, és miben tudunk a segítségükre lenni. És természetesen ezen alkalommal megbeszéljük a lakossággal, hogy a költségvetésben településrészekre elkülönített összeg, ami ebben az esztendőben 1 millió 250 ezer forint Lajvér esetében, és 2,5 millió forint Kövesd esetében, mert tavaly esztendőben nem használták fel a saját forrásukat, hogy ezt véleményük szerint mire kellene a településrész fejlesztése érdekében fordítani. Mindkét településrész életében problémát jelent a helyi közlekedés. Bátaszék polgármestere ígéretet tett arra, a lehetőséghez mérten támogatja a lakóközösséget annak érdekében, hogy ne legyen járatcsökkentés. Bazsadik Róbert azt mondta, fontos, hogy az itt élő emberek olyan életminőséget élhessenek, mintha Bátaszéken lakó többi állampolgárok.